3929 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus fertőzést, ezzel 181.881 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Hétfő reggel óta meghalt 117, többségében idős beteg, így az elhunytak száma 4008 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 133.853. 7598 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 638-an vannak lélegeztetőgépen. 44.020-an már felgyógyultak a betegségből. Kettő újra vásárlási sávot kaptak az idősek Magyarországon. Hétköznapokon 9 és 11, hétvégén 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériákba, de ők nyitvatartási időn belül bármikor vásárolhatnak. Azaz, a fiatalabbak nem vásárolhatnak az idősekkel, ám az idősek vásárolhatnak a fiatalokkal. A kormány szerda ülésén további intézkedésekről dönthet.